99-ben alakult a Spider mentőcsoport, úgyhogy már búvárokkal, alpinistákkal, tehát a kutyák kiegészítve a speciális mentési tevékenységre, és onnantól kezdve folyamatosan 25 éve így működünk, és tulajdonképpen az eltűnt embereket, tehát az emberéletek mentése az elsődleges célunk, illetve az anyagi javak, illetve állatmentéssel is foglalkozunk. Magyarországon 100-120 riasztása volt fénykorában a mentőcsoportnak, és hát a nagyon sok külföldi mentés adta meg a rutint. Ott tényleg kemény helyzetekben bizonyítani kellett azt a kiképzési módszert, azt a kiképzettséget, ami valójában meghatározta a mi tevékenységünket. Azokat az országokat megismerve mindig több-több tapasztalatot szereztünk, és így ezeket eltárolva, már most továbbadjuk más csapatoknak is, hát gondolunk a jövőre is, és hát mivel tankönyv nincs belőle, ezért csak úgymond szájról szájra terjedve tulajdonképpen. A kutya meg a gazda az egy csapat, egy nagyon fontos csapat. Itt nagyon fontos az, hogy a kutya családban nőjön fel, tehát az ember elérje le az életét, megismerjék egymás szokásait, megismerjék egymás jelzésrendszerét, kommunikálni tudjanak, és erre alapozva vannak azok a tevékenységek, ami a mentés szolgálják. Tulajdonképpen a kutyák egész pici kortól kerülnek hozzánk, és azt lehet mondani, hogy felépítjük őket, tehát nem felnőtt korba kezdjük el a foglalkozást, hanem kölyök kortól, a szoktató rendszertől kezdve a tesztrendszerig mindent bevetünk náluk. Igazából, mivel a kutya orrától jobb műszert még nem találtak ki, ezért ezt kell nekünk nagyon csiszolni. A kutyának láb mellett tudni kell menni, nem szabad a gazdának hasra esni benne, tehát nem szabad akadályozni a mozgását. Ülve helybe kell tudni maradni, fekve kell helybe tudni maradni, átlépkedéskor nem szabad megijedni, tehát a kutya mivel találkozik az életben sok emberi lábbal. Tehát nem szabad félni a lábaktól, illetve az idegenekkel szemben sem szabad agresszívaknak lenniük. Az ő neve Argosz, ő belga juhászkutya, Malinois fajta. 3,5 éve vagyok a mentőcsoport tagja. Kölyök kutyaként kerültünk oda, és azóta képez minket Leócki László. Az én tevékenységem a többiekéhez hasonlóan a személykeresés, illetve magasan képzett egészségügyi ember vagyok, és ezért a mentésben is részt tudok venni. Kell az állatok szeretete, illetve egy olyan típusú elhivatottság, ami a másik embernek a segítésére irányul. Én eleve segítő szakmában dolgozom, és ez nem volt kérdés, hogy civilként is ezt üzzem, és a legeslegjobb, legmotiválóbb dolog kutyával együtt ezt csinálni. Nálunk van mondás, hogy az alázat, a becsület, és a kegyelet, meg mellette a hűség, ezek nagyon fontos szavak, tehát ezt be kell tartani. Mert ezt teszi igazából a mentővé a mentő, és mivel mi ezért pénzt nem kapunk, nekünk az a dicsőség, ha tényleg megtalálunk, főleg élve valakit, vagy esetleg még úgy is vissza tudunk adni valakit, hogy a kegyeletet meg tudják adni. De nálunk ez a fizetség, amikor tényleg a mi munkánkon keresztül tulajdonképpen van egy olyan eredmény, ami másnak megnyugtatást ad, illetve tulajdonképpen a örömet jelent, amikor tényleg vissza tudunk adni valakit a hozzátartozójának.